Novák előd, a mi hazánk képviselői interpellációt nyújtott be a miniszterelnök úrhoz. Miért csalcolják a gázfogyasztókat a világpiacihoz képest négyszeres árral címmel? Az interpelláció megválasztásával a miniszterelnök a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Lantos Csaba energiaügyi miniszter urat bízta meg. Az interpelláció a miniszter úr felkérésére Koncz Zsófia miniszterhelyettes asszony válaszol. Öné a szó, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár asszony, az orosz-amerikai konfliktus kirobbanása óta az európai földgázpiacon átmeneti árrobbanás történt, azonban önök azon a rekord magas áron befagyasztott jelenlegi versenypiaci árak közel négyszeresét vetik ki a magyar lakosságra. A földgáz világpiaci ára a hazai árakat is meghatározó holland gáztőzsdén a háború kitörése előtti héten 2022. február 22-én jegyzett 9510 forint per gigazsúl árról a háború hírére. Egy hét alatt közel háromszorosára 20.308 forintra erre a csúcsra emelkedett, de hát két héten belül visszaesett közel a háború előtti árszintre. Ezután csökkenő árak voltak az ártőzsdén egészen 2022. júniusig, és mindössze 2022. augusztus 8-a és szeptember 6-a közötti kevesebb, mint egy hónapig haladták meg a 22.002 forintos árat. Jegyezzük meg ezt az egy hónapot és ezt az árat. Ugyanis ekkor készítették elő az ön kormányának kodifikációs hátterében azt a 259/2022 évi kormányrendeletet, amely a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökének feladatává tette az 1729 köbméter per év fölött fogyasztó egyetemes lakossági fogyasztó számára a versenypiaci költségeket tükröző árnak rendeletben történő meghatározását, amit negyed évente felül kellett volna vizsgálni. Ez a rendelet a versenypiaci költségeket tükröző árat 2022 év első négy hónapjára 22.000 forintos bruttó áron a legmagasabb tőzsdei csúcsáron állapította be meg és fagyasztotta be. Az előírt kormányrendeletben, az eredeti kormányrendeletben előírt negyedévenkénti ár felülvizsgálatra ugyanis már nem kerülhetett sor, mert e kormányrendelet módosításával a felülvizsgálati lehetőséget törölték a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökének feladatai közül, rögzítve azt a csúcsárat, amely hát közel sem tekinthető versenypiaci költségeket tükröző árnak. Az említett 2022. augusztusi tőzsdei árkiugrás óta ugyanis a földgázár folyamatosan lassan két éve csökken. 2022. október óta a fenti versenypiaci költségeket tükröző árként megállapított hazai bruttó földgázár alatt van, 2022. december óta a háború előtti árszint alá csökkent, és 2023. február közepe óta sem haladta meg az 5600 forint per gigazsúl árat. Erre hívta fel a figyelmünket a Mi Hazánk energetikai kabinetjének elnöke, Pasztornicki István, amelynek miután kétségbe esett gázfogyasztók tömegesen fordulnak emiatt panasszal a Mi Hazánk mozgalomhoz. Mit felel erre a kormány? Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációra Koncz Zsófia miniszterhelyettes asszony válaszol. Önnél szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Az ukrajnai háború kitörése majd az arra adott rossz szankciós politika következményeként valóban ugye elszabadultak az energiaárak, egy teljesen kiszámíthatatlan nemzetközi energiapolitika volt jellemző, és az sem volt egyáltalán biztos, hogy nem, hogy az árak milyenek lesznek, hogy lesz-e elegendő energia. Az a helyzet, hogy a kormány időben meghozta a döntéseket, és gyakorlatilag az azóta megtörtént, bekövetkezett fűtési szezonokban nem volt veszélyben az energiabiztonság Magyarországon. Ehhez azért az is hozzájárult, hogy a nemzeti kormánynak vissza kellett vásárolni, és milyen jól tette, hogy visszavásárolta a baloldal által egyébként külföldi kézbe adott földgáztárolókat. Fontos elvi döntés volt az, hogy a lakossági rezsicsökkentést megvédjük, amelyet 2010
2023-ban bevezettünk, és azt kell látni, hogy csak 2022-ben mintegy 4000 milliárd forinttal nőtt az ország energiaszámlája. Tehát ilyen helyzet alakult ki, és mintegy 1000 milliárd forint volt az a nagyságrend, melyet a háború és a szankciók miatt a kormánynak fejlesztések helyett energiaköltségekre kellett fordítania. Képviselő úr a holland gáztőzsdét említette, ezzel kapcsolatban szeretném felhívni a figyelmét Lantos Csaba miniszter úr múlt heti nyilatkozatára, ahol ezzel kapcsolatban számos tényt elmond, és például felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon fontos ilyenkor a szállítási költségnek is a figyelembevétele, illetve ezt tárolni kell, és utána pedig eljuttatni a fogyasztókhoz, és azt is szeretném kiemelni, hogy az energiaárak még mindig nem tértek vissza a válság előtti szintre. Fontos azt is kiemelni, hogy a kormány iránti részhajlással egyáltalán nem vádolható Eurostat legfrissebb adatközlése szerint is 2023 második felében is Magyarországon volt a legolcsóbb a villamosenergia és a földgáz a lakossági fogyasztók számára az Európai Unióban. A rangsor túlsó végén szereplő német háztartásoknak például az áramért 3,5-szer, gázért a hollandoknak 7,5-szer kell többet fizetniük. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ár összehasonlítása szerint 24 márciusában is a magyar családoknak a rezsiterhei voltak a legkisebbek az Unióban. Egy nagyon kirívó számot mutattak be, például ugye azt, hogy a svédeknek 11-szer kell többet fizetniük a gázért, mint a magyar családoknak. Jó hír az, hogy Magyarországon gáz esetében 10 lakossági fogyasztási helyből, 9 áram esetében pedig 8 a rezsivédett sáv alatt marad. Az Európai Bizottság legutóbb októberben publikálta az Energiaunió helyzetéről szóló éves jelentést. Gyakorlatilag ez mutatja azt, hogy míg az Európai Unióban átlagosan a polgárok 9,3%-ának okoz nehézséget otthon a megfelelő felfűtése, Magyarországon ez az érték az uniós átlagnál 50%-kal alacsonyabb, 4,7%. Gondoljunk csak arra, milyen probléma volt ez 2002 és 2010 között, amikor ez az arány ez 15-20%-os volt, és jól emlékszünk arra, hogy akkor az energiaárak a legmagasabbak voltak az unión belül a magyar családoknak, és 15-ször emelték az energiaárakat a bal oldalon. Ugye Brüsszel folyamatosan el akarja törölni ezt az intézményt, és mi folyamatosan azért küzdünk, hogy ezt ne tegyék. Ugye a nemzeti konzultációban megkérdeztük erről egyébként a magyar embereket is, közel 99%-uk természetesen ezzel egyetértett. Ezt egyébként a Mi Hazánk akkor kritizálta, hogy mi ebben az ügyben miért kérdezzük meg a magyar embereknek a véleményét. Azt szeretnénk kérni a Mi Hazánktól, hogy támogassa a magyar kormánynak a rezsicsökkentéssel kapcsolatos intézkedéseit, illetve nagyon fontos, hogy a háborúval kapcsolatos álláspontunkat is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, miniszterelnök asszony, válaszát. Megkérdezem később, hogy elfogadja a miniszterelnöki választ. Önnél a szó. Államtitkár asszony, ha a kormány propagandát nemzeti konzultációnak hívják, mi akkor is ellenezzük azt természetesen. És sajnálom, hogy most sem igazán válaszolt a kérdéseimre, és nem tudjuk, hogy mi indokolja a rekord áron befagyasztott, tehát egyáltalán nem a versenypiaci költségeket tükröző lakossági földgázár fenntartását, a magyar lakosság és főleg a cégek, magyar cégek megsarcolását a háborúra hivatkozással a világpiacihoz képest 4-szeres árral. Ugye folyamatosan csökkent a tőzsdei gázár az elmúlt másfél évben legalább mindenképp. Ehhez képest az ígért hazai negyedévenkénti árfelülvizsgálat pedig teljesen elmaradt. Kinek az érdeke ez? Ezt sem tudtuk meg. Persze tudjuk, az MVM csoportnak már épp elég profitja van. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy a magyar cégekkel keresztfinanszíroztassák az MVM cégcsoport lakossági kiadásait. Éppen ezért nem tudjuk elfogadni, hogy a gázfogyasztókat megsarcolják a világpiacihoz képest 4-szeres ára. Köszönöm. Tisztelt országos képviselő, nem fogadta a miniszterelnöki választ.